Jótékony céllal gyűltek össze a Bátaszéki futballpályán a játékosok és a szurkolók szombaton. A magas kockázati csoportba eső leukémiában szenvedő Ács Katrina javára szervezett edzőmérkőzést a Bátaszéki Sportegyesület. A bátaszéki származású család számára minden ilyen támogatás az esélyt jelentheti arra, hogy a hat éves kislány megkaphassa a gyógyulását elősegítő, de rendkívül drága kezelést. Az egész kezdeti dolog, az apró betegségek jeleit láttuk. Tehát megfázás, kis influenza-szerű dolgok. A vezetés, a játékosok és a szurkolók is azonnal az ügy mellé álltak, és megkezdték a szervezést. Vendégként a Tolna csapatát hívták meg. Azt kell mondani, hogy hál' Istennek nem kell minden nap ilyen dolog miatt összefogni, de amikor össze kell fogni, akkor szerintem, akkor szerintem tényleg egységben a, a, az erő és össze kell állni. Most az, hogy valaki munkával, valaki szervezéssel, valaki pénzzel segíti ezt a dolgot, szerintem az már, az már teljesen mindegy. A jótékonysági mérkőzést a szék nyerte. Ahogy azt a szervezők várták, közönségszórakoztató, sok gólos játékot produkáltak a csapatok, a találkozó végül 8-1-el zárult.